hátra arc, jó? Fordulj meg. Párja, madárnak van, a feleségem. Igen. Légy úgy kedves, fordulj meg. Kedves vendégeink, nagyon egyszerű lesz a feladat. Le kell írnia, hogy szeretlek Tündi a fenekével. Jó, és a kedves feleségének, az újasszonynak az lesz majd a dolga, nem hanggal kell leírnia, az lesz a dolga, hogy olvassa. Jó? Úgy. Nem, nem, nem tartjuk oda, jó? Szólj, hogyha fölkészültél. Jó? Szeretlek, Tündi, jó? Latin betűkkel, rovás írása, vagy civil? Az az igazság, hogy feldobtad így, azt gondoltad, hogy megnehezíted a feladatunkat, mind a hárommal légy szíves, jó? Tehát, hogy szépen akkor sorba fogunk menni. Plusz a Héber, mert abban nincs magánhangzó, legalább az könnyen. Na, kezdjük akkor a Sanskrittel. Jó, Lati. Ezt valaki érti? Persze. Nyilvánvaló. Pista! Van itt valahol egy sektormács? Robi, légy szíves! Robi, légy szíves, kezd el előre, mert kicsit várok, akárhogyan nézed, pedig szuperál, nem sikerült neki. Az a baj, hogy sektadogós vagyok is. Sektadogós vagyok. Kezdett megcsinni. Jó! Összekavartok, az R betűnél tartottam. Még egyszer. Ha 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 ha!